Na, szép napot! Ismételten itt lennénk, és ismételten RTS 2. Tovább követhetitek a kalandjainkat, ahogy szépen lassan fejlődünk a dolgokkal, és nézzük is meg, hogy a mai nap milyen fuvarok közül válogathatunk. Temesvár, Vajda, Hunyad, az nem lenne rossz, de tulajdonképpen az legutóbbi fuvarban is ugyanezt jártuk be, úgyhogy egy kicsit nézegessünk tovább, és Vajda, Hunyadról menjünk át Krajovba, és vigyünk lánctalpakat. Ezen az útvonalon se jártunk még, ránézésre horror és teljesen brutális, úgyhogy vágjunk is bele. Ahogy csak lehet, és egy csodálatos, semmilyen színű Dafnak a társaságában élvezhetjük ezt az egészet. Közben addig elmondanám, hogy a tegnapi videó, ami kim volt, hogy ugrik a forgalmi, az valami brutálisan teljesített, és bár leginkább negatív visszajelzések voltak rá, legalábbis dislike arányba, összességben viszont brutális nézőszámot produkált, úgyhogy valószínűleg ennek a témának még lesz folytatása, és legalábbis nagyon-nagyon szeretném. És közben addig nézzük is meg, hogy mivel állunk szemben. Nem. Gyorsan leveszem a tükröket, csinálok egy screenshotot. Csak hogy legyen borítóképünk. Ó, és egy darab lánctalpat viszünk? Nem túl sok. Oké, és akkor hajrá. És akkor vissza hajrá. Jó, hogy van, mehetünk. F3, az is jöhet vissza, megvan a GPS-ünk, és egy ilyen kis lazaterep rallival kezdünk. Szóval a tegnapi videó az nagyon-nagyon jól teljesített, valamivel több mint 1000 megtekintés felett vagyunk. Halvány lila fogalmam sincsen, hogy hova és miképpen és miért került be. De maga a téma a jelek szerint nagyon-nagyon sok embert megmozgatott. Érkeztek rá kommentek, ezekre majd mindenképpen egy ilyen újabb vlog van, szeretnék reagálni. És te itten kiengedsz engemet? Úgy és szépen okosan. Na, még ilyen sorompóval se találkoztam eddig. De tulajdonképpen ez is kell, hogy végigjárjuk az egész pályát. Ugye az egyik achievement az éppen az, hogy 100%-ba bejárjuk a pályát, tehát ezért is próbálok általában mindig olyan fuvarokat nézni, hogy más útvonalon legyen. Ez a kis hegyi szerpentének ezzel a szerelvénnyel, ez egy különösen kellemes. Abba bízok, hogy szembeforgalom legalább nem lesz. Így azon a hídon átférünk egyáltalán mi? Úgy érzem, ezt a fuvart ez így nagyon sikerült bevállalnom. Ilyen kellemesen szűk, és nagyon oda kell figyelni a széleire a szerelvénynek. Oké, és folyamatos 30-as lassú korlát. Ah. Összességében úgy vagyok, hogy délutánra most megyek dolgozni, és alapvetően annyi volt a célom, hogy egy gyors fuvart lenyomok, és közben beszélgetek veletek, meg magyarázom itt az életnek a dolgait. De lehetséges, hogy ez nem lesz gyors fuvar. Tehát, hogyha ennyire összetett és cikcakos útvonal lesz, akkor ez nagyon nem lesz gyors fuvar. Ujjjj! Upszalámi. Szervusz! Ezt a kereszteződést egy picikét benéztem. És ráadásul még ki sem tudok fordulni, mert elakadtam. Ez szép volt, szép ennyitás. Oké, és az már biztos, hogy ez nem lesz kiváló valószínűleg. Bár károsodásunk nincsen. Úgyhogy attól még, hogyha időben odérek, akkor az még lehet kiváló, de összességében nagyon-nagyon-nagyon nem jó nyitás.
és ott... Petromobil. Petrin. Benzinkút. Egy-kettő hasonlók benzinkút, hogy próbálok kitalálni, hogy valójában mi lehet a valóságban, de valószínűleg ez a Petromobil, vagy annak van egy ilyen hasonló. Ez a kis elefántos benzinkút, ahogy sokan hívják felénk. Ahol egyébként én is nagyon-nagyon gyakran tankolok, mert nyulom például az van. Nem is néztem, hogy mennyi volt a teljes távolság. Most van 223 km még hátra. Hát, lesz szép lesz. Utána még gyorsan fel kell tölteni, megcsinálom gyorsan a borítóképet, és... Sipírsz dolgozni, hál' égnek így csütörtöki napon. Na érjünk ki valami autópályára, aztán hadd toljam le neki a dolgokat. Mondjuk Romániában nem túl gyakori az autópálya, tehát így valószínű ilyen főutakon keresztül fogunk csalingázni végig. És ahogy néztem az útvonalat, az tényleg ilyen lesz. Már maga a térképnél, mikor így megnéztem az a kacskaringó, ami van benne. Hát nem lesz egy unalmas fuvar, abban biztos vagyok. De annak rá viszont megpróbálok igyekezni vele. Ugyaj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 
ilyeneken szűk, végigkikövezett részeken megcsinálni. Még az kéne, hogy ilyen böszme sziklafalak legyenek mindenhol. Hogyha most nem tudom ripityára a szerelvény, szerintem akkor soha az életbe. Ó, hogy mi ez a kanyar? Jó ég. Jó. Elsőt megúsztuk. Elsőt azt sikeresen megúsztuk. Milyen kis pihenő van itt. Finom. Kár, hogy éjjel van ezen a tájon most. Ebbe is szívesen elgyönyörködnék. Mondjuk ide betenné egy 80-as korlátot csak. És úgyhogy mellé még tényleg igyekezni akarok. Így mondhatni, hogy elég erősen feszegetem a határokat. Ami a tudásomat jelképezi. Kicsit ilyen versenybe megy át, hogy jó lenne végezni időben, jó lenne feltölteni, de közben meg össze se kéne törni a kamiont. És ezt a dolgot, ezt valahogy nagyon-nagyon okosan meg kéne oldani. Úgyhogy minél gyorsabban lehetőleg, és minél óvatosabban is egyszer, és a kettő általában így szoros ellentéttel van egymás iránt. Mert most az ember vagy gyors, vagy óvatos. És ráadásul 100%-ban teljesen ismeretlen útvonal, tehát nem is az, hogy már egyszer legalább jártam volna erre, abszolút semmi. Azt sem tudom igazán, hogy mire lehet számítani. És már egy százas legalább letekertünk belőle.
Absz, egy újabb híd. Az, hogy így folyamatosan minden tulajdonképpen egy betonszegélye ki van rakva, az annyira frusztráló. Mert egy picit hibázol, már oda vered a pótot. Picit hibázol, már oda vered azonnal a pótot, és az a... hát az nem igazán szeretnék. Miért nem jutott előbb nekem eszembe eddig a reflektor? És legígy látok is valamit. Még egy benzinkút. Jó, de jó, hogy milyen kanyar lesz az ott megint. Lesz valami derékszögű, hajtű, mit tudom én, milyen összefonódás. Oké, és itt lesz, az persze, még hogyha valami hiányzott, az az eső. Ha valami még hiányzott, az az eső. Sehol senki. Akkor tekerjük is neki. Kellemes éjjeli bolyongás ez az egész, úgy ahogy van. Ha végre kérünk a településről. Valahol egy vonat robogott a háttérbe. Mindig jönnek szembe. És egy újabb település. Á, baj. Ravinari. Kisfalu hátán. Csak hogy lassítson minket, amennyire lehet. És még 85 kilométer. Lehetőleg azért így cimbora ne gyere ki elém, jó? Miért van olyan magasan az a tábla? Hova emelkedünk? Úúú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 
Lassan meg kell állnunk az emelkedő teljes közepén. Kivételesen mi megyünk át a vasút fölött, ha jól néztem a terepet. Oké, és innentől ismételten 80. Lehet nyomni neki, mint süket a csöngőt. Mintha nem lenne holnap. Gyerünk, 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 gyerünk. Ha ügyesek vagyunk, akkor körülbelül olyan éjfél környékén még ott is lehet. Most vagy éjfél környékén nem, de olyan hajnali egy. Most van 23:57. Játék most már 58. A hajnali egy környékén ott lehetünk vele. Ha olyan hű, de nagyon nem csesszük el. Ez a maradék 50 kilométert. Ups. Közben egy kis építkezés, 30-as tábla. És a minden. Itt azért szeretnék átférni, köszönöm.
De egy picit meglepett, így a nagy hirtelenből, nem igazán a diszki világítás, az erősségetek, cimborák. 80-nal véletlenül esetleg belecsattanok, akkor meg ők vannak megsértődve, hogy kivasolom őket nemes egyszerűséggel. Dedededem. És eltűnt előlem mindenki. Sehol senki. Megnézzük még egyszer azt is. Egy picit megcsípjük a zöldet, és már nyomhat is neki a maradék 25 kilométerre. És még mielőtt túlságosan belelendülnénk, egy új településnek lesz vége? Valamikor beértünk egy településre. Wow. Ez a településre beérkezés, ez valahogy kimaradt nekem. Az aszfaltra fel van festve, hogy 70, de 80-as korlát meg. Biztos, 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 biztos megvan benne a logika. Mi ez a körgyűrű? Mi ez a körgyűrű? Oké, sehol senki. Itt rátaláltam a városra, az már biztos. Nem akarom tudni, hogy hova kell vinni. Tehát amit így láttam most hirtelen a GPS-en, az valami brutális tereprally lesz. Épp úgy, ahogy indultunk, valami olyasmi lesz a vége is. És így tulajdonképpen arra a maradék 7 kilométerre még 17 percet ír. Az úgy kellemesen merész és meglepő, hogy ott mi az Isten lesz még. Lekapcsoltam a teljes diszkivilágítást. Tudja, hogy élvezték a sofőrék. Mondta, hogy nem egy túlságosan összeszedett. A vezetéshez tőlem most. Ó, és jelzőlámpa? Ó, de rég találkozunk ilyennel. Milyen rég is találkoztunk mi ilyennel már? Ó, és végre látom a célt. Halvány pillanatra feltűnt a GPS-en végre a cél. És hol fordulok én balra? Itt. Annyira jó, hogy ennyire magasan vagy. Semmit nem látok belőled. És itt vannak még villamosok is. Ó! Oh. Remélem akkor még villamos is jön majd. Az meg jó lenne elérni ezt a zöldet. Hogy? Utolsó 3 kilométer. Mondtam, hogy a hajnali 1 óra környéken van. Sikerül majd valamikor becsapódni. Még a parkolás kérdéses, hogy
az mennyi időt fog elvinni. Remélhetőleg nem túl sokat. Kellemes 20 perces videó lesz ebből. Pedig összességében a táv az nem sokkal nagyobb, mint ami szokott eddig lenni. De jóval nehezebb lett az útvonal. Ide én még azért cimbora beférnék nagyon gyorsan. Mondhatni, hogy így finoman rutinból úgy, ahogy van, betéptem a szerelvényt ebbe az utcába. Biztos, hogy ha rakomány élő lenne, akkor háromszor sikított volna fel félelmébe. De úristen, ez az állat mit művel ott. És itt meg gyorsan megállunk. Enter. Oké, és rendben van. Hova álljak? Megerősítés. Hajrá. Ó, és ide kell betolnom. Jaj, de jó. Au. Ah, majdnem. Majdnem. Hogy állunk? Elsőre. Igaz, hogy olyan átlóban vagyok szokás szerint, mint a vadállat? De benn vagyok. Úgyhogy srácok, ez hiba. Lekapcsolás. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok itt most, hogy annak erre megkaptuk a kiválót. Időben vagyunk, nem sérült semmi se. És lassan 5-ös szintűek leszünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy hagyjátok véleményeteket meg ott lenne a komment szekcióba. Kívánok mindenkinek szép napot, Gumiapó voltam, sziasztok!